Mihályló Podolják szerint az oroszok Herszont a halálvárosává tennék, és mindent aláaknáznak a településen, a csatornáktól a lakásokig, miközben a Dnieper másik partján állomásozó tüzérség felkészült arra is, hogy romba döntse az egész várost. Egy korábbi bejegyzésében Podolják kiemelte, hogy a háború befagyasztását vagy a tárgyalások megkezdését célzó orosz törekvésekkel Moszkva csupán időt akar nyerni, és a megszállt területek megtartását kívánja elérni. Viszont Ukrajna folytatja területeinek felszabadítását, hangsúlyozta az elnöki tanácsadó.